Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják, Kókai Mónika vagyok. Ma január 18-a Piroska és Pál névnapja van. 1926-ban meghalt Blaha Lujza, színésznő, a nemzet csalogánya. Most jöjjenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Döntő jelentőséggel bír az együttműködés az energetika területén Oroszországgal, mondta mai sajtótájékoztatóján Alekszandár Vucic. Vasárnap 10 órától látogatható a Szabadkai zsinagóga. Támogatást kaptak a magyar kanizsa községbeli termelők. Hétfőtől újra jelentkeznek a Pannon Televízió magazin műsorai. Döntő jelentőséggel bír az együttműködés az energetika területén Oroszországgal, mondta mai sajtótájékoztatóján Alekszandár Vucic. A szerb államfő hozzátette, amennyiben megvalósul az orosz gázmegállapodás, Szerbia helyzete felértékelődik. Vucic szerint Szerbia védelmi ereje jelentősen meg fog növekedni 2020 közepéig, illetve még az idén 7 helikopter érkezik Oroszországból. A Vlagyimir Putyin csütörtöki látogatása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Alekszandár Vucic elmondta, elégedett az orosz elnök látogatásával, valamint a Szent Száva templomnál gyülekező polgárokkal is, akik kivételes vendégszeretetet és felelősséget tanúsítottak. Hozzátette, a rendőrség adatai szerint több mint 100 000 ember fogadta az orosz elnököt Belgrádban. Alekszandár Vucic sajtótájékoztatóján rámutatott arra, hogy az energetikai együttműködés Oroszországgal elengedhetetlen Szerbia fejlődése érdekében. Az Oroszországgal kötött gázmegállapodás sorsdöntő jelentőségű az ország fejlődése szempontjából, mondta a szerb elnök. Mi to nazivamo centralnim gasovodom, dakle od 402 kilometra, to bi za nas bilo od suštinskog infrastrukturnog strateškog značaja za budućnost Srbije. I tu je reč o ogromnoj investiciji, finansiranje ćemo podeliti ruska strana i srpska strana, vidjet ćemo u kom obimu i u kom procentu, ali je to nešto što je od ogromnog značaja za budućnost Srbije, za industrializaciju Srbije, za napredak Srbije, za rast bruto domaćeg proizvoda. Ez a gázvezeték a török áramlat részeként a bolgár-szerbtől a szerb-magyar határig húzódik majd. A szerb államfő elmondta, az orosz elnök ismét megerősítette az álláspontját Koszovóval kapcsolatban, és a támogatásáról biztosította Szerbiát a téma kapcsán. Moja molba i moj apel našim partnerima iz Európskej únie da još snažnije utiču na Prištinu da ukine takse, jer smatram da je važno da nastavimo razgovore o odnosima između Srba i Albanaca u budućnosti. Molim ih da ti njihovi zahtevi, ne bih ih nazvao pritiscima, prema albanskoj strani budu jasniji i određeniji, ne zato što bih se tome radovao ili zato što hoću da kažem da je neka druga strana kriva, već zato što nam je strašno važno da nastavimo da razgovaramo. 2020 közepéig jelentősen megnő Szerbia védelmi ereje, mondta Vucic a sajtótájékoztatón. A szerb államfő kifejtette, még az idén több harci és szállító helikopter érkezik a szerb-orosz katonai műszaki együttműködés keretében. 230 millió euró értékű vasúti beruházásról írt alá szerződést tegnap a szerb és az orosz fél Belgrádban. Ezzel kapcsolatban Zorana Mihajlović illetékes miniszter az RTS ma reggeli műsorában mondott el részleteket. Kifejtette, 127 millió eurót egy menetirányító központ kialakítására fordítanak, de jut pénz az Újvidék és Opazovák közötti elektronikai infrastruktúra kiépítésére és a bári vasútvonal felújítására vonatkozó tervek kidolgozására is. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években nagymértékű vasútfelújítás kezdődött el Szerbiában. Több mint 200 kilométernyi sínpályát újítottak meg, és készül a régió leggyorsabb szakasza is, a Budapest-Belgrád vonal, amin akár 200 km/órás sebességgel is haladhatnak majd a vonatok.
Vlagyimir Putyin orosz elnök belgrádi látogatása egyáltalán nem zavarja meg Szerbia kapcsolatát az Európai Unióval, jelentette ki Ana Brnabić, szerb miniszterelnök. A külpolitikánk átlátható és őszinte. Brüsszel tisztában van azzal, hogy hagyományosan jó viszonyt és gazdasági együttműködést ápolunk Oroszországgal, tette hozzá a kormányfő. Elmondta még, hogy Moszkva is tudatában van annak, hogy Szerbia számára a stratégiai cél, hogy az EU tagjává váljon. Szerbia 2025-ös Európai Uniós csatlakozása még tartható, mondta a Pannon Televízió Szubjektív című műsorának strasbourgi felvételén Deli Andor. A vajdasági származású fideszes EP képviselő hangsúlyozta, több területen is előrelépés szükséges ahhoz, hogy Szerbia elnyerje az EU tagságot. Hozzátette, amennyiben a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd felgyorsulna, abban az esetben Szerbia uniós integrációja is gyorsulhatna. Az EP képviselő az EU 7 éves pénzügyi tervének a kidolgozásáról és ennek keretében az IPA határon átnyúló programokról is beszélt. A teljes beszélgetést holnap láthatják 17 órától a Pannon televízióban. Sajnos a bizottság ebben nem jól gondolkodott, amikor a tervezetet kidolgozta, mert erre 3%-os hagyta volna a keretköltséget, ellentétben az eddigi 4%-ossal. Szóval, hogy az összipa pénznek 3%-át szerette volna csak határon átívelő projektekre szánni, az eddigi 4-hez viszonyítva. És épp az miatt, mert fontos, jól működőek, az unió hírnevét viszik, vizibilitásában segítenek. Én azt gondolom, hogy jogos elvárás az, hogy ez ne csökkenjen, hanem inkább növekedjen ez a fajta támogatás. Úgyhogy itt módosítókat is adtam be már vonatkozásban, 5%-osra szeretném növelni a pénzügyi keretet a határon átívelő projektek esetében. Vasárnap 10 órától látogatható a Szabadkai zsinagóga. Ez azt jelenti, hogy január 20-ától bárki betekintést nyerhet Szabadka egyik legszebb épületébe. Hangzott el ma az ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatón. A vasárnapi nyitás után a hétfői napok kivételével szinte minden nap nyitva lesz a zsinagóga. A Szabadkai zsinagógát csak nem 4 évtizeden keresztül renoválták. A felújítási munkálatok több fázisban zajlottak, mondta Szabados Róbert, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. Az önkormányzatnak a büdzséje nem bírta ilyen mértékben viselni a zsinagógának a felújítását, és a homlokzatoknak a fázisos felújítása volt, tehát mind a 4 és a tetőszerkezetnek a felújítása külön-külön alapokból vagy adományokból jött. A Szabadkai zsinagógát köztársasági, tartományi, önkormányzati és uniós eszközökből, valamint a magyar állam támogatásából újították fel, mondta Bunfort Tivadar. A belső tér felújításához és az udvar rendezéséhez a magyar kormány biztosított pénzt a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül, és ezzel teljesültek a feltételek az épület kulturális, vallási és turisztikai célú felhasználására. A magyar kormány tavaly úgy döntött, hogy még egy összeggel támogatja a Szabadkai zsinagóga teljes rekonstrukcióját, közölte Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az idei évben az orgona felújítása is meg fog történni, tehát várhatóan az év végéig az eredeti orgona, amely nagyon sokat szenvedett, az ólomsípokat elvitték a háború alatt, tehát egy teljes rekonstrukciója fog megtörténni, és azt hiszem, hogy ezáltal lekerekedik és teljessé válik a zsinagóga. A Szabadkai zsinagóga vasárnap nyitja meg kapuit a nyilvánosság előtt. Az épület Európa második legnagyobb zsinagógája, ami ezentúl számos rendezvénynek ad majd helyet. A zsinagóga 2-től péntekig 10 és 18 óra között, szombaton és vasárnap pedig 10 és 14 óra között várja a látogatókat. Hétfőnként azonban zárva lesz. A nyitvatartás módosulhat a Szabadkai zsidó hitközség vallási naptárában szereplő ünnepektől és rendezvényektől függően. Mi imamo
4-5 velikih ovako praznika koje ćemo da održavamo u smislu neke tradicije. A szabadkai zsinagógát egyénileg és csoportosan is lehet majd látogatni. A felnőtt jegy 250 dinár, a diákoknak, a nyugdíjasoknak és csoportban érkezőknek 150 dinár, a 10 év alatti gyerekeknek pedig ingyenes a belépés. Az épületbe a zsidó vallásnak megfelelő öltözetben lehet belépni, a férfiaknak kötelező a kipa viselése, a nők esetében pedig az újatlan felső és a rövid szoknya nem megengedett. A következő hetekben a szülőknek dönteniük kell, hogy iskola kötelessé váló gyermekük milyen nyelvű iskolába írassák, áll a Rákóczi Szövetség közleményében. A szöveg szerint több felvidéki régióban egyértelmű növekedés tapasztalható a magyar anyanyelvű oktatásra való íratás terén. Ugyanezek a tendenciák Kárpátalja és Erdély több régiójában is. A délvidéken is egyre gyakrabban hoznak jó döntést a közlemény szerint a szülők. A Rákóczi Szövetség decemberben folytatott kampánya alkalmával mintegy 20 ezer magyarul beszélő óvodás kapott Mátyás az Igazságos című mesekönyvet. A szülőket pedig levélben bátorították a szövetség illetékesei. Továbbá megígérték, hogy gyermekük minőségi iskolatáskát kap, valamint a szeptemberi tanévkezdést követően számíthatnak a magyar összefogást jelképező ösztöndíjra, amennyiben a gyerek magyar nyelven kezdi el tanulmányait. Aláírták a támogatási szerződéseket azok a magyar kanizsa községbeli termelők, akik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési pénz alapnál nyertek pénzeszközöket. A mai napon ezáltal 3,2 millió dinár támogatást osztottak ki a termelőknek. Összesen 77 mezőgazdasági termelő nyert támogatást a magyar kanizsai mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési pénz alappályázatain. Kovács Zoltán kispiaci tejtermelő több vonalon is sikeresen pályázott. Jómagam három irányvonalon pályáztam, amely első a kamattérítés irányzat, a második az elhullott jószág utáni térítés, és harmadik földutak javítását, rendezését megcélzó irány volt. A második körös pályázatokon összesen 3,2 millió dinár került kiosztásra 7 pályázati vonalon. Szabó József adorjáni sertéstenyésztő a vérvonalat frissítette a kiírásoknak köszönhetően. Az első körben nem pályáztunk, nem akartunk, mivel hogy nekünk már vannak törzskönyves állományaink, akkor megtudtuk, hogy nem lett ki van még a keretből, és akkor a második körbe pályáztunk, egy új vérvonalat vettünk, mivel hogy nekünk már eddig is volt törzskönyves állományunk, de ugye itten is újítani kell mindig a vérvonalat. Az első körben kiosztott támogatásokkal összesen Magyar Kanizsa község önkormányzata mintegy 7 millió 119 ezer dinárral támogatta a termelőket szeptember óta. Huzsvár Ervin mezőgazdasággal megbízott tanácstag szerint nagy volt az érdeklődés a kiírt pályázati vonalakra. El kell, hogy mondjam, hogy azok a vonalak, amelyekre legalább egy 80%-os érdeklődés volt, azok a jövő évben is meg fognak maradni, ilyen például a kamat költségeinek támogatása mezőgazdasági hitelek esetén, ilyen a befektetések a minőségi tenyészállatok beszerzésére, vagy befektetések, locsolóberendezések beszerzésére, de úgy szintén szeretnénk támogatni továbbra is a biotermesztésre szánt kiadásokat, illetve támogatni fogjuk az elhullott állati tetemek elszállításának a költségeit is. Huzsvár Ervin emellett kiemelte, hogy a kisebb érdeklődésű vonalakat a jövőben összevonják, így azok is elérhetőek maradnak a termelők számára. 20 év várakozás után megszülettek az első végrehajtó ítéletek az egykori szabadkai november 29 húsfeldolgozó üzem munkatársainak ügyében. 9 személynek pedig már át is utalták az 500 eurónak megfelelő dinárösszeget. Mindezt azért utalták át számukra, mert a legelső munkavállalói követeléseket a vállalat első csődeljárása idején 1999-ben jelentették be.
Döntés azonban megfelelő időn belül nem született, még most sem. Az összeget a gazdasági bíróság fizeti ki, mintegy 1000-en érintettek az ügyben. Várhatóan néhány hónapon belül valamennyien megkapják a kártérítést. A nem anyagi károk megtérítése esetében azonban akár 3000 eurót ítélhettek volna számukra, ezért terveik szerint fellebbeznek. Anyagi kártérítést is követelnek az egykori dolgozók. Abban a pillanatban fejenként a 2 éves fizetésért 10 000 márkával tartozott a vállalat átlagba véve mindenkinek. Jelenleg a elismert összeg kamat nélkül fejenként átlagban 1000 euró, úgyhogy a munkások az infláció miatt ez a 20 év alatt teljesen jogtalanul a fizetéseik nélkül maradtak. Most nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Szombat este tartja a Népművészeti Főiskola premierjét a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház társulata. Második alkalommal szerveztek informatikai képzést nagyszülők és nyugdíjasok részére a Szabadkai VM4K-ban. Késelés történt egy hertelendi falvi pékségben. Szemtanúk szerint tegnap 17 óra után rontott be a pékségbe egy ámokfutó, késsel támadt rá az ott dolgozó fiatalemberre és többször hátba szúrta. Ezt követően az utcán járókelőkre is rátámadt, de azok nem sérültek meg. A pékségben dolgozó sérült fiatalember a közeli vegyesboltban kért segítséget, onnan szállította el a mentőautó. A támadót a rendőrség rövid időn belül letartóztatta. Közügyek műsorfolyam Sport Hétfő, Pannon gazda hitünk. Hétfőtől újra jelentkeznek a Pannon Televízió magazin műsorai a téli szünet után. Hétfőn a megszokott időben 17 órakor kezdődik a közügyek műsorfolyam. A hírek után rögtön érkezik majd Dóró Alen a régió sporteseményeivel a Sport Hétfőben. Két hetente csütörtökön 19 órától jelentkezik a Hitünk című magazin műsor Maráci Barabás Mónika szerkesztésében. Pénteken a termelők műsora, a Pannon gazda várja a gazdákat Bakos Viktorral 19 órától. Vasárnap 18 óra után pedig a Vitrásban tájékozódhatnak a legfontosabb kulturális eseményekkel kapcsolatban, Husnyák Andrea összeállításában. Szombat este tartja a Nézőművészeti Főiskola premierjét a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház társulata. A színdarab egy lehetséges jövőben játszódik, ahol megszűnik a színházak állami támogatása és az intézmények sorra zárnak be. 3 akadémikus színész megalakítja azt a főiskolát, ahol magukat a nézőket tanítják meg a színművészet befogadására, reménykedve a színházak újranyitásában. A Tasnádi István által írt színműben Mess Attila, Mészáros Gábor és Kucso Boris játszik. Rendezője Urbán András. Egy nagyon nehéz munkafolyamat végére értünk, olyan értelemben, hogy rengeteg munkánk van ebben az előadásban. 1 óra 35, 1 óra 40 percet fog tartani az előadás. Én azt gondolom, hogy sikerült megvalósítanunk azt, ami tervünk is volt, hogy a színészről, a színházról, a közönségről, de legfőképpen ugye a magáról, a színházról tudjunk beszélni egy fergetegesen szellemes, ugyanakkor bizonyos értelemben megrázó módon. Civilizációs betegségek címmel dr. Kassa Bálint nyugalmazott családorvos tartott előadást csütörtökön este a Szabadkai Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központban. Az érdeklődők megtudhatták, melyek a modernkori betegségek, miért jelentkeznek és hogyan óvjuk meg egészségünket. Cukorbetegség, szív- és érrendszeri daganatos betegségek, depresszió. Többek között ezekről a kórokról és a megjelenésük okairól hallhattak az érdeklődők dr. Kassa Bálint beszámolójából. Sokan rendszeresen eljárnak az orvos ismeretterjesztő előadásaira.
Doktor úr előadásaira rendszeresen el szoktam járni, mert mindig van valami tanulság belőle számomra, és hát sajnos ebben a korban már mindig van valami nyavaja jelentkezik, és hát ezért vagyok itt. A civilizáció vívmányainak feladata, hogy biztosítsa a jólétünket, kényelmünket. Ám az ember szervezete, az anyagcsere folyamatai képtelenek voltak erre a nagy ütemű fejlődésre. A mozgáshiány, a rendszertelen és helytelen táplálkozás, a káros szokásaink és a környezeti ártalmak megtették a magukét, és egyebek mellett ezek okozzák a civilizációs megbetegedéseket, derült ki a családorvos előadásából. Hogyan védhetjük meg a szervezetünket, amely még a kőkorra optimalizálódott, létezik-e megoldás, gyógyír? A megoldás az, hogy fizikailag le kell vezetni azt a nagy mennyiségű energiát, amennyiben nem sikerül levezetni, akkor az az energia bennünk marad, és olyan mértékben károsítja a szerveinket, hogy előbb-utóbb komoly megbetegedéseket okoz. A jövő héten is érdekes előadásra várja vendégeit a szabadkai VM4K. Január 24-én Sóti Szobonya Emőke is tanítványa, Balázs Piri Soma, a virtuózok egyik győztese számol be tapasztalatairól és élményeiről az érdeklődőknek. Nagyszülők online címmel második alkalommal szerveztek informatikai képzést nagyszülők és nyugdíjasok részére a szabadkai VM4K-ban. A számítógépes tanfolyam 6 hétig tart, a résztvevők heti egy alkalommal péntekenként gyűlnek össze a gyakorlati tudás megszerzése érdekében. Az elképzelés az, hogy megtanítsuk a nagyszülőket a számítógép használatára és a vele való kommunikációra. Tehát az első lépés az első mai találkozón, hogy a számítógép kezelésének alapismereteit elsajátítsuk, hogy már a következő pénteken az internettel tudjunk ismerkedni. A fő cél ugye az lenne, hogy ők megtanuljanak kommunikálni a közelebb és távolabb élő ismerőseikkel. Értem itt a levelezést, a közösségi oldalak használatát, de ezen kívül információszerzés az interneten. Színházi gyakorlatokkal fakasztja mosolyra lakóit a Szabadkai Gerontológiai Központ. A most bevezetett interaktív foglalkozások lényege, hogy a résztvevők minél felszabadultabbak legyenek. A különféle légzés, beszéd és mozgástechnikai gyakorlatoknak köszönhetően elsajátíthatják a színészet alapjait. A műhely foglalkozásokat egy színésznő tartja számukra, egyszerre mintegy 25 résztvevőnek. Na taj način popunimo slobodno vreme kojeg naši penzioneri imaju dovoljno da ne bi imali tu dilemu šta raditi u slobodno radnom vremenu nego da naši stručni okupacioni radni terapeuti pružaju što više mogućnosti. Moram da kažem da je ovo 23. tehnika po redu koju primenjujemo u radno-okupacionoj terapiji. Slikanje na svili, slikanje na slami, pravimo šalove, torbe, razne druge aktivnosti jer upravo hoćemo da maksimalno posvetimo brigu korisnicima i mislim da je to ono što izdvaja ovaj gerontološki centar od svih drugih koji se bave smeštajem starih lica na teritoriji našeg okruga. Térségünkben marad a csapadékos időjárás. Szombaton kezdetben fátyol felhős idő várható, majd délutántól dél-délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Húszálingózás, gyenge havazás is kialakulhat Vajdaság szerte. A légmozgás mérsékelt marad. Hajnalban mínusz egy, kora délután 3 fokot mérhetünk. Vasárnap erősen felhős borult lesz az ég. Több helyen számíthatunk további húszálingózásra, kisebb havazásra. Hidegfronti hatás marad a hétvégén is. A magyar férfi kézilabda válogatott 33-30-ra kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd csapattól a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének 5. utolsó fordulójában. A magyarok már szerdán biztosították továbbjutásukat a koppenhágai D-csoportból, amelyben végül 2 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel zártak. A herningi középdöntőben az olimpiai bajnok és társházi gazda Dániával, az előző világbajnokságon ezüstérmes Norvégiával, valamint Tunéziával találkoznak. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek, még egyszer röviden.
Döntő jelentőséggel bír az együttműködés az energetika területén Oroszországgal, mondta mai sajtótájékoztatóján Alekszandár Vucic. Vasárnap 10 órától látogatható a Szabadkai zsinagóga. Támogatást kaptak a magyar kanizsa községbeli termelők. Hétfőtől újra jelentkeznek a Pannon Televízió magazin műsorai. Köszönjük szépen a figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol a riportjainkat is visszanézhetik. A holnapi Pannon Presszóban szó lesz arról is, hogy az MNT idén is megrendezi felvételi felkészítő programját. A Szabadkai Magyar Rádió holnap vallási műsorokkal is várja a hallgatókat. A Pannon Televízióban most a Tüskeirtok című magyar dokumentumfilm következik. Maradjanak velünk, szép estét, a viszontlátásra!